érdekeseknek esetében pedig ez a többet havonta 100 ezer forintnyi nagyságrendű is lehet. De ennél még elkeserítőbb, hogy a költségvetés fenntartása érdekében egészen egyszerűen elvesznek az emberektől 3 ezer milliárd forintot. Ez ugyanis a tervük. A magányugdíjpénztár megszüntetésével lényegében egy önkéntes beszolgáltatást valósítatnak meg az emberekkel, és ebből már a jövő évben el akarnak költeni mintegy 500 milliárd forintot, abból a pénzből, ami az emberek saját számláján gyűlt eddig a pillanatig. Ezzel párhuzamosan pedig csorbítják az Alkotmánybíróság jogkörét a tekintetben, hogy a magántulajdon alkotmányos védelmét a jövőben ne valósíthassa meg. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most Simon Miklós képviselő úrnak adom meg 2 percre a szót a Fidesz képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Méltánytalannak és hiteltelennek tartom azt a beszédet, azt a mondókát, amit Veres János volt pénzügyminiszter elkápráztatás címén mondott itt nekünk. Éppen ő mondja azt, hogy politikai megkülönböztetés áldozatai lettek a nyáron az önkormányzatok, ugye a 6/3-as címén, amikor visszaemlékszünk arra, hogy 2006. szeptemberében pénzügyminiszterként olyan kijelentéseket tettek Máté Szalkán, azt hiszem erre mindannyian emlékezhetünk, önkormányzati vezetők, miszerint meg fogják nézni azt, hogy melyik település milyen szavazatarányjal szavazott az MSZP-re, és annak megfelelően fogják jutalmazni vagy büntetni az önkormányzatokat. Erről hangfelvétel is van, tisztelt képviselőtársaim. Nos, én egy olyan településnek a vezetője vagyok, Nyírbogátnak a polgármestere, aki 8 éven keresztül érezte azt, hogy mit jelent Veres János igazsága. Nos, tisztelt képviselőtársaim, azt tudom mondani, hogy a 6/3-as tekintetében, amíg ő pénzügyminiszter volt, vagy államtitkár, a településünk nem számolta a milliókat, míg a szomszéd település, a Nyírbátor vagy Kisléta pedig 10 millió forintokat kapott 6/3-as címén. Tehát arról, hogy ki hazudik, én hitelesen tudnék szólni, tisztelt Veres János, az önök oldalán van és volt. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Horváth András Tibor képviselő úr következik 2 percre az MSZP képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársam. Sajnálom, hogy Gerencsér képviselőtársam kiment közben a teremből. Neki szeretnék válaszolni, hogy én ezt elmondtam az elmúlt 4 évben minden közgyűlési ülésen, és amikor az előbb 2 perces szóltam, akkor Tesseli képviselőtársam a Fidesz padsoraiban ott ült, aki ma már szintén ugyanúgy, mint ahogy én sem vagyok a megyei közgyűlés tagja, ő az elmúlt 4 évben a megyei közgyűlés tanácsnoka volt, tehát akkor mondtam el, amikor itt voltak az érintettek is Fejér megyéből. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Kovács Péter képviselő úr következik 2 perces hozzászólásra a Fidesz képviselőcsoportjából. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Hát egy tartalmas vitán vagyunk túl, vagy legalábbis a vége felé járunk, én azt látom. Ha röviden össze kellene foglalni, akkor azt mondanám, hogy azok sírnak, hogy még ide kéne pénz, oda kéne pénz, még erre a területre adjunk, akik nem szavazták meg azokat az adókat, amiből bevétel lehetne, és utána most szeretnék meg még több pénzt elkölteni. Másrészt meg azt látom, hogy akik meg felelősséget vállalnak azért, hogy végre egy normális költségvetése legyen az országnak, azok meg nem sírnak, akár mint én is önkormányzati vezetőként tudomásul veszem, hogy nem lesz több pénz az önkormányzatoknak 2011-ben, de hát a remény megvan, hogy majd 2012-ben lesz. Bár hogyha jól nézzük, akkor ez is egy pozitív forgatókönyv, hisz végre nem lesz kevesebb, mint ahogy azt már megszokhattuk az elmúlt években. Amiért igazából szót kértem, az a sport finanszírozása, mert nem tudom, hogy eljutottak-e addig a fejezetig, ahol a sportról van szó, de ha figyelmesen olvassák, akkor egyértelműen a
sport az idei, illetve a jövő évi költségvetésnek a nyertese. Számos olyan terület van, ahol több támogatás jut, sőt az előző évek, nem csak a 2010, de a 2009-2008-as évekhez képest is több pénz jut a sport fejlesztésére, úgyhogy én legalább ezért az egy területért biztosan büszke vagyok arra, hogy ezt a költségvetést majd meg fogjuk szavazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Varga László képviselő úr következik 2 perces hozzászólásra az MSZP képviselőcsoportból. Parancsolja a képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Nyilvánvalóan a következő napok még a általános vitájáról szólnak majd a költségvetésnek, és sokan sokféleképpen alapvetően elvi ideológiai alapon fognak majd szűke pártjájuk és az ország sorsának javítása érdekében módosítókat tenni ez a költségvetéshez. Az azonban már főként a főszámokból is látszik, hogy ennek a költségvetésnek semmiképpen nem lesz nyertese Kelet-Magyarország, még ha ezt sokszor elmondják önök és főként a érintett térségben érintett képviselők is. Miért mondom ezt? Hát azért mondom ezt, mert sokat beszélnek az egykulcsos adórendszerről, ami ennek a költségvetésnek egy fontos alapját is jelenti. Azért beszélnek erről sokat, mert úgy gondolják, hogy ez a könnyítés a személyi jövedelem adórendszerben, ez majd mennyi munkahelyet teremt, és a felső középosztály és a vagyonosabbak tekintetében ez a lecsorgás majd mennyire jelentkezik munkahelyek teremtésében, és még sorolhatnám. Hát jelentem, nagyon kevesek érezhetik majd ennek az adórendszernek a pozitív hatását, például Borsod megyében, pláne akkor, amikor a szociális normatívák befagyasztása történik meg, akkor, amikor a szociális normatíváknak a keretösszege egyes tekintetben akár 70%-ára esik vissza az előző időszaknak. Én azt gondolom, hogy amennyire lehet ezen a költségvetésen még kéne ebben a tekintetben javítani, még akkor is, hogyha a sport tekintetében például sok tekintetben nyertesek vannak, hát nyertes például Debrecen is egy 10 milliárdos tétel tekintetében, aminek a fele ugye a jövő évben érkezik meg. Én azt gondolom, hogy ez a költségvetés ebben a tekintetben mindenképpen szegényellenes. Ha már az adójogszabályokon nem tudunk módosítani, akkor legalább a szociális normatívák rendszerén, illetve egyéb lábakon próbáljunk meg Kelet-Magyarországnak egy újabb ernyőt, egy újabb segítséget nyújtani, mert egyébként akkor nem fogja ez a költségvetés azt az alapvető feladatát teljesíteni, hogy a társadalmi különbségeket csökkentse. Erre hívom fel a figyelmüket, és a következő napokban remélem, hogy ebben építő jellegű vitát lehet folytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Kovács Ferenc képviselő úr következik a Fidesz képviselőcsoportból 2 percre. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselő hölgyek, tisztelt képviselő urak. Higgyék el, és ezt első a szocialista képviselőknek mondom, hogy a családi adóztatás kitalálása a Fidesz és a KDNP pártszövetség részéről pont azt a célt szolgálja, hogy azoknál a családoknak is legyen valamilyen adókedvezménye, akiknél kiesik egy vagy akár két ember a termelő munkából az aktív pénzkereset lehetőségéből. Én úgy gondolom, a családi adóztatás a legelegánsabb formája annak, hogy érvényesíteni tudjuk a szociálpolitikai elvárásokat is. Ez egy teljesen másfajta közgondolkodás, másfajta gondolkodás, mint hogy önök közelítik meg általában a szociálpolitikát és általában az adópolitikát. Veres képviselőnek szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag a megyei kormányhivatalok kialakításával fog létrejönni az a lehetőség, hogy valóban egy olcsóbb, áttekinthetőbb és a lakosság számára jobban elérhető közszolgáltatást nyújtson az állami bürokrácia azoknak, akik hozzáfordulnak. A cél az, hogy hosszú távon megoldjuk véglegesen Magyarországon azt a problémakört, hogy az a sok-sok dekoncentrált szervezet ne függetlenként lebegjen hol itt, hol ott egy-egy irodába, ne az embereknek kelljen utánuk bolyongani, hanem egy egyablakos rendszeren keresztül eljussanak a legfontosabb információkhoz és az ő problémáiknak a megoldásához. Valóban, ha figyelemmel követik a parlament munkáját, láthatták azt, hogy nem úgy van, mint a Gyurcsány kormányzás idején, amikor Gyurcsány Ferenc minden egyes parlamenti napon bejelentett valami lépést, melyet utána az égvilágon semmi nem követett. Most kezdtük el a második akcióprogramunkat, és azt már önök is tapasztalhatták, sokszor rosszalon fogalmazták meg irányunkba, hogy mi ez a nagy kapkodás, miért ez a rengeteg törvény, minek alkotunk újabb és újabb törvényeket. Hát azért alkottuk meg gyorsan az első akciótermeli a törvényeket, hogy tartalommal tudjuk megtölteni. És ugye most a kormányhivatal törvényét ma fogadta el a parlament napi rendevételével, és reméljük, hogy a második akciótervnek a aktuális programét is a lehető leggyorsabban meg tudjuk tárgyalni, és el tudjuk fogadtatni a parlamentben azért, hogy ezzel is az embereket szolgáljuk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt képviselőtársaim, tájékoztatom Önöket, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt frakciója a hátralévő időkeretét átadta a Fidesz képviselőcsoportjának, és ezzel együtt 2 percre megadom a szót Gőgös Zoltán képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Kormányhivatalok elég sokszor elhangzottak itt a költségvetési vitába. Csak emlékeztetném képviselőtársaimat, hogy mi a szakmán belül egy hasonló összevonást megtettünk a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalt érintően, és hát most nem tudom szám szerint hány interpellációt, mert napi rendelőtti hozzászólást kaptam, hogy tönkretesszük a közigazgatást ezzel. Ez csak egy mellékes megjegyzés volt. A másik, hogy igazából azt nem látjuk, hogy ezek hogyan fognak működni. Ugye világosan megmondtuk, hogy problémás lehet például a földhivatalnak az ebbe a szervezetbe való integrálása. Most már nagyon remélem, hogy a mezőgazdasági vidékfejlesztési hivatal kikerült ebből a körből, ami viszont uniós szabályokkal ellenkezne, de egy nagy lila ködöt látunk egy főispánnal az élen, és igazából ebből a költségvetésből se derül ki, hogy hol fogja ez majd meghozni azt a megtakarítást, amit ettől a rendszertől várnak, hiszen most mindenki megtervezte saját magának a költségvetését, és majd utána valamilyen rendező elv szerint összelapátolásra kerül. Én amit veszélyesnek látok, hogy a szakmai kontroll ebbe a dologba a különböző dekoncentrált szervezetek fölött sokkal nehezebbé válik, és sokkal nehezebb lesz a szakmai irányítást úgy megszervezni, hogyha mondjuk egy ilyen hivatali szervezetnek a költségvetésébe az ágazatért felelős miniszternek semmilyen beleszólása nem lesz, hiszen be fogják terelni egy közös kasszába ezt, és hát nyilván aki, az is egy mondás, hogy aki fizet, az dirigál a prímásnak. Itt én ettől tartok, hogy ez a szakmaiság rovására megy. És arról is szó volt, hogy volt-e leépítés, vagy volt-e korcsosítás, csak jelzem, hogy 2006-ban a kormányváltás után csak a mi intézményrendszerünket érintően 1700 főnek az elbocsátása történt, meg nagyon fájdalmas dolog volt, szeretném jelezni, semmilyen kiszervezés sehova nem lehetett, hiszen nem volt rá finanszírozás. De egyre azért kaptunk finanszírozást, hogy ennek az egyszeri költségeit legalább a minisztérium megkapta most. A minisztérium azzal szembesül, hogy ugyan elő van írva neki a létszámleépítés, de nem kapta meg az egyszeri finanszírozást, tehát lényegesen több ember kell majd elküldenie, mint ami egyébként az elvárás. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ugyancsak 2 perces hozzászólásra jelentkezett Pócs János képviselő úr, Fidesz. Tisztelt elnök úr, képviselőtársaim, én egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Én úgy gondolom, hogy mi azért vagyunk itt, mert az embereknek a véleményét kell, hogy képviseljük, az embereknek a döntését kell, hogy képviseljük. És az emberek előtt az elmúlt 8 évben volt egy adórendszer, meg van most is. Az előző adórendszerrel kapcsolatban Vietes András, a gazdaságkutató szakértője úgy fogalmazott egy írásában, hogy Európában kivételes módon Magyarországon 25% korrupció jellemzi. Én úgy gondolom, hogy ma még, amikor csírájában van ennek a kormánynak az adó törvényei, akkor még sok mindent el lehet mondani, egy dolgot nem, hogy a korrupciótól fertőzött, ahogy az előző 8 év volt. Én azt szeretném kérni tisztelettel, hogy adjuk meg az embereknek azt a lehetőséget, adjuk meg a kormánynak azt a lehetőséget, amire az emberek felhatalmazták. És számomra a költségvetést érintő kérdések kapcsán furcsa, hogy önök mondják azt, hogy ez a kormány lenyúlja a nyugdíjasoknak a pénzét. Hiszen önök kötelezték az embereket a magánnyugdíjpénztárba. Itt a lehetőség adott, önkéntes alapon adott. Az emberek majd el fogják dönteni. És tisztelt képviselőtársaim, egy dologra szeretném még felhívni a figyelmet. A lenyúlással kapcsolatban, akik a politikai hatalmukat lenyúlásra használták, azok előzetesben vannak, vagy börtönben vannak. És azok nem a Fidesz pacsoraiból kerültek oda. Én úgy gondolom, hogy a lenyúlással kapcsolatban óvatosabban kellene fogalmazni, legkevésbé sem kellene vádolni. És azt hiszem, hogy önök mondták azt, hogy az állam rossz gazda. Kaptak rá lehetőséget,